magyar tulajdonú, fehérvári, családi, innovatív, nemzetközi piacra is termelő cég. Ezeket a tulajdonságokat mind birtokolja a 20 éves Maher Kft. De ami még ennél is fontosabb, a gazdasági válságban is képesek voltak fejlődni. Egy dologban abszolút egységes a közvélemény és a politikai közbeszéd is, hogy szükség van magyar tulajdonú kis-közép vállalkozásokra, és lehetőleg családi kötelékbe, mert ez biztosítja a munkahelyeket, ez, ami tartós jelenlétet biztosít, ez perspektívát ad a dolgozók számára. A Gépészeti és Elektronikai Társaság 20 éve egy családi házban kezdte működését. Ma üzleti kapcsolatai hosszú távúak, stabil vevőkörrel rendelkezik, és külföldre is exportál. Nem leépítünk, hanem az innováció lesz az első. Innováció volt a tanulásba, innováció volt a piacszerzésbe, és innováció volt a gépek és berendezésekbe. A városban pedig fontosak a fejlődni képes, fejlődni vágyó gazdasági szereplők. Tárgyaljunk mindig adott kérdésekről, problémákról, amiknek a megoldásával lehet segíteni az ő munkájukat. Ilyennek tekintem én még a munkaerőkérdést. Azt hiszem, hogy a következő időszakban nagy hangsúlyt kell fektetni a szakképzett munkaerőre. Legyen az a jó értelembe vett szakmailag felkészült szakmunkás képzésére, ugyanúgy, mint adott esetben a műszaki felsőoktatás gyakorlati központjának megvalósítása tekintetében. A Maher Kft. 20 éves születésnapját a munkatársak, a külföldi és belföldi partnerek és persze a Maher család tagjai együtt ünnepelték.